Jó napot kívánok, Balogh Vivien vagyok, és a Károly Róbert Campuson tanulom. Gyöngyösi lakos vagyok, és gazdasági informatikus alapképzésen vagyok hallgató. Az én intőről a témám a biomassa energia betakarítás Magyarországon, és méghozzá a Északalföldi régió, Iszaföldváron, ami Jász-Nagykun Szolnok megyében található, egy 100 négyzetméteres családi ház fűtésrendszere, a természetes gázalapú központi fűtésből kellene faforgáccsal működő kazánrendszert létrehozni. Összesajtól, 1970-es években épült ez a ház, korszerű szigetelés nélkül. Ez a falu egy mezőgazdasági régió közepén helyezkedik el, ahol a fő tevékenység a mezőgazdaság volt, emellett erdőgazdálkodás is volt. E régióban jelentősen megnövekedett a földgázára. Az idősebbek, akik Iszaföldváron élnek, pedig az automatizálás vált a körülben központi kérdésé. Az összesajtolt faforgács, más néven asztalosipari hulladéknak is nevezik, ami ugye lassú égés hulladék. Az évi hőenergia igénye 10.000 kW per óra, az évi fűtésköltsége pedig földgázüzemi kazán esetében 650 euró. Az energiatermelés költsége a faforgács esetében 0,1 euró megazsúl, a ház körül van helye a tároláshoz is, 15-20 kW faforgáccsal működő kazán használata pedig nettó 1500 euróba kerül. A kezelő mérete hozzávetőlegesen 25 és 50 kW per liter per kW köré tehető, a kazán kapacitásának a rendszer árkiegészítő komponense körülbelül ugyanannyi, mint a kemence költsége. A telepítés költsége 350 euró, és rendkívül olcsó és egyszerű a telepítése. Az üzemanyag enged energiatartalma 19 megazsúl per kilogram, a faforgács ára pedig hozzávetőlegesen 0,3 euró per kilogram. Mivel a települése egy kohéziós régióban található, így igénybe vehetünk, tehát a természetes személyek számára az EU-s pénzügyi támogatási rendszerek is igénybe vehetők. A biomassa biológiai úton létrejövő szerves anyagtömeg, a biomassa szén alapú hidrogén tartalmazó szerves molekulák keverékéből áll. És a földünkön található összes élőanyag, más nem biomassa, a bolygó felszínének egy vékony rétegében a bioszférában található. A bioszféra kiapadhatatlan energiaforrás, amelyet a napenergiája a fotoszintézis útján táplál. Áramtermelés a biomasszával, minden növény és állati eredetű anyag a biomassa részét képezi, beleértve az állati hulladékot is, és a szennyvizet is. Az úgynevezett energianövényeket kifejezetten azért ültetik, hogy aztán fűtőanyagként hasznosíthassák. Előnyei: a biomassa megújuló energiaforrás az elérhető és fenntartható, és az eltűzelt növények helyére újabbak ültethetők. Felhasználása előnyös a mezőgazdaságban vagy erdőgazdaságban élők számára, mivel piacot teremt a terményeiknek. Szénsemleges energiaforrás. Gazdasági szempontok: a fűtés a legnagyobb energiaköltség a legtöbb lakásban, 35-50% közé tehető az energiaszámlára nézve. Amennyiben frissen betakarított egészvágat használunk, a szállítási folyamat alatt sokkal több energiát lehet ugye elfogyasztani. A fát égető kazán sokkal nehezebb kezelni, mint a gázolajat vagy a fűtőolajat használó kazánokat, és inkább ezek a peletkazán ritkán állnak rendelkezésre. És a peletkazánok sokkal környezetbarátabbak és gazdaságosabbak hosszú távon is. Ma már széles körben elfogadott, hogy a fosszilis energiahordozók, tüzelőanyagok és a hozzá kapcsolódó széndioxid kibocsátás vezet a gyors klímaváltozáshoz, azonban ezek energiaforrásként való használatával csak